történelmi siker született az idei tékvandó világbajnokságon, mert magyar női sportoló még nem szerzett érmet VB-n. A siker Újpestnek is kezdés, hiszen a bronzérmes Kocsis Edina és az 5. helyezett Dusz Barbar is az utas sportolója. Köszöntöm a főszereplőket és Breznai Ágnes edzőt. Szerbusztok és gratuláció, mindig gratulációval kezdek, hát nem véletlenül ültök itt. Középen kezdem, az edzővel kezdem. Tudom, nem voltál kint. Milyen érzés volt itthonról szurkolni a lányoknak? Sokkal stresszesebb, mint a helyszínen. Nehéz volt monitoron keresztül figyelni, de a boldogság ugyanakkora volt. Boldogság ugyanakkor, és mit szóltak a munkatársak, mert tudom, hogy stikában azért a munkahelyeden nézted a versenyt. Igen, Barbara aranypontos meccseinél hamar lelepleződtem, hogy tulajdonképpen nem egészen a munkával vagyok elfoglalva. Te, Barbie, azt mondtad, hogy szereted, hogyha izgulnak érted. Ugye, ahogy mondta Ágnes, hogy aranypontos mérkőzéseid voltak. Szeretem a téthelyzeteket. Ez mit jelent, ha lefordítanád a kedves nézőknek ezt? Szeretem a téthelyzetet. Nem direkt jött ki így, hogy aranypont lett, de így csak nehezebb lett. Mert a negyedik menet ugye ez egy plusz, és még nehezebben kell koncentrálni, még jobban figyelni kell ahhoz, hogy ez sikerülhessen. Ez az aranypont annyit jelent, mint hirtelen halál, mint a fociban annak idején volt ilyen, hogy arany góllal, és addig van a mérkőzés, ameddig egy találat nincs, vagy egy gól nem esik. Igen. Amikor ilyen aranypont van, akkor előtte az edző tud valamit mondani, vagy teljesen magadra vagy hagyva? Mondhat taktikát, hogy esetleg inkább csak kontrázzak, vagy támadó technikám legyen, de bent ez jobban eldől már. Ha az ellenfél jobban támad, akkor nyilván nem fogok én is ugyanúgy támadni. Edina, hány versenyző indult a súlycsoportodban a 57 kilóban? Azt hiszem, hogy 51-en voltunk. 51 versenyző. Igen, és mindegyik más országból, ugye, mert egy ország csak egy főt indíthat. Összesen hány induló volt, hány országból? 141 ország volt, úgyhogy elég népesek vagyunk, több mint 1000 versenyzővel. Gondolom ez azért is nagyon jó, hogy azért ekkora szám, mert olimpiai sportág vagytok. Természetesen. A 32-ben jutásért állítólag, ilyen egy indiai versenyző volt, ha jól emlékszem. Azt olvastam, hogy bemelegítettél. Hát igen, mondhatjuk így is, de amúgy nem volt annyira egyszerű, mint ahogy azt gondoltuk, mert régebben tényleg sokkal ezek az indiaiak, meg az afrikaiak eléggé ugye szint alatt voltak, de most már tényleg mindenki szinte egy szinten van, úgyhogy... Sokat számít az, hogy milyen a kiemelés? Van egyáltalán kiemelés nálatok? Hogy van felépítve egy tábla? Hát erről inkább Edina tud jobban nyilatkozni, ez mindig az ő témaköre szokott lenni. Van, igen, tehát a ranglista alapján, ugye az első 8-at szokták többnyire kiemelni, és akkor külön ágon vannak, ugye egyenes ágú kieséssel indulunk, úgyhogy mindenki el van helyezve, és akkor hozzá mennek a többiek. Mikor tudjátok meg az ellenfeleket, mikor szembesültök a tabellával? Már a mérlegelés előtti napon. Egy világversenyen már a regisztráció napján megvan a sorsolás az összes napra, tehát aki mondjuk a 7. napon van, az is tudhatja már előre, felkészülhet. Tehát felkészülhet. Igen. Voltak olyan versenyzők, akiket ismertetek? Tehát, hogy na, őt szerettem volna, valami ilyesmi, vagy a kívánságműsor is létezik? Tulajdonképpen. Nekem az első meccs egy izraeli lány ellen volt, akivel tavaly meccseltem már. De ott kikaptam, nem voltam jó formában, itt pedig már tudtam, hogy ő mit tud, és én mit tudok. Úgyhogy ezzel le is tudtam őt győzni. Melyik a legnehezebb mérkőzés? Edzőszemmel és versenyedőszemmel? Edzőszemmel? Mindig az aktuális. Nem úgy, mint mit tudom én más sportágban, hogy csak az első legyek túl? Szokott számítani ez is, mert utána már az ember benne van a lendületben, legalábbis a sportoló. De igazából mindig az aktuális az, ami éppen a legnehezebb, és elsőre is ki lehet fogni nagyon erős ellenfelet. És akkor lehet menni zuhanyozni, egy vereség, ez azt jelenti a ti sportágatokban? Nincs Igen. visszamérkőzés? Nincs. Amikor az első meccset megnyertétek, akkor az megnyugvás volt, vagy az volt, hogy na jó, ezen túl vagyok, aztán most már ide az oroszlánt is? Hát nekem az első meccs után az volt, hogy akkor még csak most kezdődik igazából a harc, úgyhogy igen. Amikor elengedted a lányaidat, mit kértél tőlük? Hát pontosan nem emlékszem.
nem tudom, hogy mit kértem tőlük. Igazából hosszasabb beszélgetések voltak így az elindulás előtt, ami sok mindenre kiterjedt. Inkább az önbizalmukat próbáltam picit helyreállítani, hogy higgyenek önmagukban. Úgy gondolom, ez némileg sikerült, de mutatták az eredmények, hogy ennél sokkal előrébb is végezhettek volna, ha jobban hisznek. Erről majd beszélünk. Akkor tőletek kérdezem, hogy engedett el az Ágnes benneteket? Kívánalom volt? Mondta, hogy tegyük meg a legjobbat, ami tőlünk telik. Hát ez természetes, egy versenyző kimegy egy világversenyre, elvárható, hogy a legjobbat. Nem volt rajtunk teher. Nem volt teher? Inkább az érkezés, ami megmaradt, nem az indulás. Nálad sem volt semmi rátpakolva? Hiszen hát, azért nagyon sok versenyen vagy túl, és nagyon szép eredményeket értél el. Igen. Már a világbajnokság előtt is. Igen, azért biztos, hogy vártak tőlem eredményt, leginkább az érmet, és örülök, hogy sikerült egyeztetni a véleményeinket, mert nekem is ez volt a... Hát egy érem? Igen. Mit jelent számotokra ez a helyezés, ez az érem? Mit jelent mondjuk az olimpiai kvalifikáció szempontjából? Hát nekem igazából annyit, hogy ezzel elég sok pontot szereztem, és sokkal előrébb kerültem. Inkább szerintem így a 15 körül fogok most landolni, és igazából az, hogy bekerültem így a Grand Prix rendszerbe, most már biztosan is, és ott egy jó fél éves szerepléssel még be lehet kerülni az első hatba talán. Hatba kell kerülni súlycsoportonként? Igen, és akkor úgy lehet automatikusan kvalifikálni magad, de hogyha ez nem jön össze, akkor még mindig ott van a kontinentális kvalifikáció, úgyhogy... Barbara, te hogy állsz most? Nekem még be kell kerülni a Grand Prix rendszerbe, ahhoz még kell néhány pont, de szerencsére nem túl sok. Minden versenyen adnak pontot? Igen, de elég keveset. Például most hétvégén én Ausztriában fogok versenyezni, ott az első hely csak 10 pontot ér, míg a világbajnokságon 120 pontot ért. Magasabb a szorzó. Tehát mondtad, hogy 7-es darab versenyző indulhat? 6 versenyző indulhat? Elvileg 6 lesz, de ezt még biztos fogják valahogy változtatni. Ágnes, milyen sansza van a két lánynak az olimpiára? Hát igazából nincs bennem kérdőjel, hogy Edina ott lesz Rióban, és ha már ott van, akkor mindenképp éremmel tér haza. Látod, nem is pakol rá semmit. Nem. A VB előtt sem mondott ilyeneket. Úgy gondolom, hogy ez egy édes teher azért, hogyha valakitől ilyen eredményt várnak, mert sokkal jobb lenne, mintha úgy engedném őket el, hogy hát éljétek túl. Úgyhogy úgy gondolom, hogy Edinának erre abszolút reális esélye van, és Barbie is nagyon közel került ahhoz, hogy ez egy reális célra váljon. Ezen a versenyen, ha lehet ilyet kérdezni, melyik volt a legnehezebb, legcinkesebb meccsetek? Nekem talán a második a francia lány ellen, az nagyon nehéz volt, nagyon erős ellenfél, de az összes meccs nehéz volt, még a koreai ellen is, a negyedik mérkőzés az éremért. Az azért volt igazán nehéz, mert nagyjából egy fejjel magasabb volt, és igencsak kellemetlen volt a stílusa, nem tudtam olyan akciót indítani, ami... Ez a fejjel magasabb valakinél, akkor ez egy hosszabb a lába, és igen, akkor a lába iszonyatosan veszélyes? Igen, jóval hosszabb volt a lába, csak fölrakta, és én már beleszaladtam. Ugye szoros mérkőzés volt, 6-4-re kaptam ki, én tudtam csak ennyire megfogni mindenki mást, 15-5, tehát elég nagy pontkülönbségekkel vert meg, de nem tudtam úgy hozzáférkőzni, hogy... Ágnes, láttad a meccset? Jó legyen. Láttam. És mit mondtál volna, hogyha ott vagy, és bele tudsz szólni? Igazából azt láttam, amikor fölment a pástra Barbie, pont közelről mutatták is, hogy nem hitte el az első menetben. Igazából szerintem a második menettől kezdte elhinni, hogy itt van keresni valója, legalábbis kívülről így látszott. Amit utána az eredmény bizonyított is, ha 4 menet lett volna, akkor Barbie nyer. Be kell adni egy újítást szerintem, hogy legyen 4 menet. Hát ahogy elnéztem a harmadik menet végén, nem biztos, hogy újítunk. Edina, 4-ig lehet mondani, hogy koc nélkül meneteltél? Tehát nem volt olyan, hogy
lóg az a bizonyos kard a fejed fölött, hogy kiesel. Hát ez az összes meccsen lóg, tehát... Hát persze bele lehet szaladni egy nagy pofonba, vagy egy nagy ruhába. Hát nagy igazából ugásba. Ma már egy-két pont különbség az nem sok, tehát igazából egy fordulórugás az már 3 pontot ér, tehát ezek a pár pontok, ezek nem annyira vészesek, de ami a legnehezebb volt, az mindenféleképpen szerintem az utolsó 3 meccs, ami konkrétan nehéz volt. Igen. Nem igazán, mert a portugál is, tehát szinte mindegyik ugyanolyan szinten van, meg vagyunk, és tényleg már csak azt számít, hogy ki mit hoz ki, kinek milyen napja van. És hiába vertem mondjuk el a portugált, ugye 5-0, akkor is ez az 5-0 az volt 2 akcióból. Tehát igazából az összes szoros volt kb. De azért sikerült nekem kijönni nyertesnek, úgyhogy ez a lényeg. Barbie elmondta, hogy illetve azt nem mondta el, hogy mi hiányzott a győzelemhez, de majd azt megkérdezem. Az elődöntőben, ahogy az Ágnes mondta, hát akár jobban is szerepelhetettek volna, tehát lehetett volna szebb érem és neked egy érem. Mi hiányzott az elődöntőben a győzelemhez? Hát azt kell tudni, hogy az elődöntő és a döntő az másnap este került megrendezésre, tehát én végeztem vasárnap ilyen 3-4 körül délután, és másnap este 6-kor kezdődött az elődöntő-döntő. És szerintem teljesen így leültem, és nem tudtam magamat úgy felrázni, hogy tehát, meg kell csinálni. Az lett volna az igazi, hogyha folytatódik tovább, hogyha 48 órából tart az egész nap, és mész nem, tovább. Nem, mondjuk egy nap, ahogy régebben volt, de viszont az sem biztos, hogy jó lett volna, mert ugye 5-6 meccs az nem egyszerű egy nap. Meg volt sérülés is pluszba, úgyhogy hát neked? Így alakult. Mi történt? Nem látszik rajtad semmi? Persze, hogy nem látszik. Azt is olvastam, hogy nem érezted jól magad a verseny alatt. Nem, szerintem ez is nagyon sokat kivett belőlem. Igen, ez a fizikálisan nem vagyok amúgy egy annyira stresszes alkat, de mégis aznap végig hányingerem volt, rosszul voltam, nem tudtam enni, nem tudtam úgy energiát bevinni a szervezetembe. És ugye ezek a negyedik menetek is elég sokat kivettek, mind mentálisan, mind fizikálisan. Lehet pont ez hiányzott a negyedik meccsen az éremért. Uh-huh. Ágnes, mi hiányzott a két lánynak a jobb helyezéshez? Szerintem ők ide pozícionálták magukat. Azt mondod, hogy megelégedtek? Nem feltétlenül elégedtek meg. Úgy gondolták, hogy ez most ennyi. Megvan. Igen. Próbálták és nagyon küzdöttek érte, én úgy gondolom inkább, hogy nem hitték el, hogy igen, világbajnok lehetek, igen, világbajnoki érmes lehetek. Hát akkor most lesz gondod az edzéseken elég? Ugye szépen fogalmazva beleverd a fejükbe, hogy soha semmi sem elég. Szerintem ez a verseny, ez nagyon tanulságos volt nekik is, meg nekünk is. Örülünk, de ez most csak egy állomás volt az olimpia felé, úgyhogy a felkészülés komoly része az még csak most következik. Azt tudtad, hogy történelmi sikert értél el? Mert ha jól emlékszem, akkor egy fiú volt eddig, aki érmes lett. Igen, a Tóth Balázs. Tóth Balázs meg előtte még a Szalim Gergő is szerzett még világbajnoki érmet. A te sportágadban, a ti sportágatokban mit jelent egy világbajnoki érem? Most nem az aranyat kérdezem. Hát szerintem nagyon sokat. Nagyon sokat, mert eleve az, hogy tényleg 141 ország részvételével kell ugye lejátszani, és tényleg tehát nagyon sokan vagyunk, és nagyon nagy a mezőny, és szerintem nagyon sokat ér. Sokat jelent, igen. És ez a bizonyos 5. helyezés, ez doppingol? Motivál mindenképpen. Nem mondja ki a dopping szót. Motivál. Gondolom, amióta hazajöttetek, már voltatok edzésen. Hogy fogadtak a társak? Vagy ez természetes, hogyha a kocsis Edina hazajön valahonnan, akkor ő úgyis érvet hoz, meg úgyis jó eredményt, meg hát a Barbara is szállítja az eredményeket, akkor olyan természetes, hogy beléptünk a terembe, aztán hát itt vagytok, jó van, szép volt, vagy nem volt szép. Nem, hát szerintem mindenki tisztában van vele, hogy milyen eredményeket értünk most, és tényleg nagyon örültek neki, kaptunk millió rengeteg csokoládét. Nem kell vigyázni a súlyra? Most nem. Nem kell. Mi vár a lányokra az edzésen, és mi van előttük a versenyek? Folytatjuk a munkát. Edina hamarosan elutazik Bakuba az Európa játékokra.
úgyhogy nem teszünk rá terhet ott sem, aranyérem, amit várunk. Utána a univerziádé lesz, az remélhetőleg mind a két lányt érinti, és utána a Grand Prix döntők. Annyit felsoroltál most, egyik nagyobb verseny, mint a másik. Hogyan lehet a lányokat mindig top formába hozni? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Nem mondtam, hogy könnyű ezt kérdezni. Hogy ez hogyan történik. Igazából a válogatott edzővel nagyon jól tudunk együtt dolgozni, sokat kommunikálunk, és így együtt valahogy ez sikerül. Az, hogy ez hogyan, azt nem tudom megmondani. Jó alanyok ezek szerint. Teljesen. Ugye? A világbajnokságot is vegyük ki. Ebben az évben melyik az a verseny, ami a VB-n kívül az, ami úgy a szemed előtt lebeg, hogy na, itt nagyon oda kell tennem magam. Kérdezem tőled is. Nekem most az európai játékok lesz, ugye jövő hónapban, az mindenféleképpen, valamint az összes Grand Prix majd, úgyhogy. Úgyhogy lesz feladat még. Tehát lesz feladat, hogy pontokat lesz. Gyűjtögetni. Igen. Az európai játékok, ahogy itt nevezik, Európai Olimpia. Ez is kvóta szerző verseny? Nem sajnos, de viszont négyszeres szorzó volt pontokat, úgyhogy... Tehát pontot lehet gyűjteni. Univerziádé, hol áll a sorban? Igen. A versenyek között az erősségre gondolok. Az kettes szorzóval bír, úgyhogy ez is elég erős verseny. Biztosan sok ázsiai lesz, hiszen Koreában rendezik. Nem lesz egy könnyű mezőny ott sem. Hát a sorsolás se lesz egyszerű, ahogy ismerem a koreaiakat. Ha most azt kérdezem mind a hármatoktól, hogy erre az évre mit vártok el? Te a tanítványoktól, ti pedig magatoktól, ezt meg lehet fogalmazni? Kezdjük az edzővel, mert ő sose pakoráltok semmit. Én igazából ezt a hozzáállást várom tőlük, amit most tapasztaltam az elmúlt néhány hónapban. Úgy gondolom, hogy ha így folytatják a munkát, akkor elégedettek lehetünk. Mindenféleképpen igazat adok. Folytatni kell a munkát is, és megcsinálni, amik a terveinkben vannak, és utána majd még a kvalifikáció, ami legfontosabb. Elmondtak, mindenkivel diplomatikusak vagytok. Mikor dől el a pontszámok, illetve a helyezések alapján, mikor dőlhet el, hogy megvan az olimpiai részvétel? December 31-jel fogják lezárni az olimpiai rangistát. Vége? Tehát nincsen tavasszal, nincs ilyen? Nincs annyi, és akkor az alapján az első 6 vagy 5, nem tudom pontosan, és akkor utána fogják, utána lesznek a kontinentális kvalifikációk, ugye Európából az első 2 fog csak kijutni majd januárban. Az még januárban van. Hát akkor összefoglalhatom úgy nyugodtan, hogy ez az év ez mindent meghatároz. Igen. Ugye ez nagyon nehéz év lesz. Mennyi szabad időt kapnak a lányok egy-egy verseny közben? Mert azért nem úgy van ám, hogy hát, mindig mennyi csak... mennyi feltétlenül szükséges. Az a kevés? Szerintem azért nem kapnak olyan nagyon kevés szabad időt, de hát nem lehet most sokat pihenni, mert folyamatosan verseny van, munka van. A nyár is versennyel fog telni? Vagy nálatok van egy picike kis holt szezon? Az univerziádé júliusban van, hát és a Grand Prix is nyáron kezdődik. Tehát akkor ez egy 12 hónapos idény lesz. Ez most igen. Most igen. Igen. Mit kívánhatnék nektek? Találkozzunk akár az univerziádé után, Baku után. Majd Baku és az univerziádé után. Mind a kettő után? Mind a kettő. Hát inkább külön-külön, az jobb nekem legalább, akkor a műsorom az több lesz. És hát kívánom azt nektek, hogy szurkolhassunk nektek, izgulhasson az edzőtök Rióban, vagy Rióért, akár a televízió előtt, vagy talán a helyszínen. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és örömet szereztetek az újpesti tévénézőknek, az újpesti embereknek, és hát mindent bele, lányok. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen.